Most is nagyon szépen süt a nap, és őszintén remélem, hogy nem fog időközben eltűnni, aztán visszajönni, aztán megint eltűnni, aztán teljes mértékben eltűnni. Utána megint visszajönni, mert hogy múltkor ez történt a videónál, nem tudom, hogy ezelőtt mentek ki a nőiességgel kapcsolatos videónál, ez volt, és azt hittem szívinfartus kapok, miközben vágtam, és láttam, hogy egyik pillanatban még teljesen világos a kép, aztán pedig tök sötét az egész, mint hogyha este lenne. Ne haragudjatok érte. Megpróbáltam mindent, amit hát megtettem, hogy valahogy így kiegyenlítsem utólag, meg kicsit színezzem, hogy ne legyen annyira feltűnő a különbség, de hát nem tudom, még szerintem így is elég borzalmas volt. Úgyhogy reméljük, hogy ez ma nem így lesz, és hogy a napocska együttműködik velem, meg snoopy -val. abban, hogy bemutassam, ez lesz az utolsó része a nagy trilógiának a nyelvtanulási rutinomról, és most jönnénk el ahhoz a részhez, amit a legjobban vártam, de először is köszönjünk. Sziasztok itt Karen, és üdvözöllek titeket a csatornámon. Szóval, ahogy említettem, ez most a harmadik része a nyelvtanulási rutinom bemutatásának. Az első kettő részben már bemutattam, amit mutattam be az első két részben, amúgy tök rég volt. Ja, mutat, beszéltem a szótanulásról, meg a nyelvtanról és a beszédről, és most jött el az ideje, hogy a sorozatokról, könyvekről, szóval, hogy az olvasásról és a hallgatásról beszéljünk, ami kettő olyan része a nyelvtanulásnak, amit általában a legjobban élvezek. Szóval kezdjük is egyből az olvasással idegen nyelven. Legyen szó bármilyen nyelvről is, szerintem nagyon fontos, hogy ne csak akkor olvasd ezt a nyelvet, amikor kifejezetten feladatokat készítesz el, mondjuk egy nyelvtani könyvben, vagy nem tudom, valamilyen nyelvtanulós könyvben, olvasod ezt a nyelvet, ne csak ekkor találkozz vele írott formában, hanem valahogy ezen kívül is, egy kicsit még szórakoztatóbb módon is. Nekem a kedvenc megoldásom erre az a könyvek olvasása idegen nyelven, mindig természetesen szinthez igazítva. Amikor kezdőként olvasok, akkor én általában a gyerekkönyveket azt nagyon szoktam preferálni. Lehet, hogy viccesnek hangzik, de egyébként általában úgy ismerem a sztoriukat, úgyhogy ez nagy segítség. Másrésztről pedig a szókincs, amit használnak, az ilyen nagyon alapvető, de mégis nagyon fontos szókincs. Úgyhogy ez ilyen arany középút szokott lenni, hogy miközben tanulok egy csomó új szót, meg egy csomó új kifejezést, azért nem veszítem el teljes mértékben a fonalat, hogy amúgy miről van szó. A másik dolog, amit pedig most spanyolból alkalmazok, hogyha kezdő vagy, vagy még nem annyira érzed magad magabiztosnak ebben a nyelvben, hogy eredeti nyelvű regényeket olvas, akkor vannak ilyen egyszerűsített nyelvezetű könyvek vagy kis történetek. Amit most én olvasok, az egy olyan könyv, ami kifejezetten nyelvtanulóknak szól, rövid történetek vannak benne spanyolul, ugye, mindegyik más témát érint, és azért más szókincset is tud biztosítani vagy megmutatni, és mindegyik fejezet végén van egy szószedet, ami annak a fejezetnek az új szavait foglalja össze. Abszolút azt érzem, hogy számomra olvasható ez, nem értek természetesen mindent, mindig vannak idegen szavak, amikor van kedvem, akkor közben szótározok, de van, hogy nincs kedvem, és olyankor csak olvasom, és akkor kontextusból nagyjából igyekszem következtetni, hogy mik is lehetnek azok a szavak, nem mindig sikerül, de nem akarom, hogy átforduljon ilyen kényszeredett tanulásba a dolog, hanem szeretném, hogyha megmaradna ez az élvezeti faktor. És ez egyébként igaz az összes többi nyelvre. Most például szlovákul olvasok egy könyvet, valószínű, mire ezt a videót látod, addigra én ezt már befejezem. És ezt a könyvet is azért választottam, mert hogy szlovákul van, és közben meg egy olyan történet, ami érdekel engem. És ez a kettő nagyon jól ki tudja egymást egészíteni. Egyrésztről nyilván nem értek minden egyes szót, mert hogy irodalmi regényről van szó, tehát hogy nagyon sok új szóval fogok találkozni, ugyanakkor nagyon élvezem a történetet, ami pedig magával visz engem. Szóval azon kívül, hogy a meglévő nyelvtudásomat nagyon jól fenntartja, egy csomó új szót tanulok így. Az esetek többségében amúgy, amikor már olyan szinten vagyok egy nyelvből, hogy eredeti nyelven tudom ugye olvasni a regényeket, akkor már nem szoktam szótározni legtöbbször. És nem azért, mert mindent értek, mert közel sem értek mindent, mindig van egy csomó új szó, szóval rengeteg, hanem azért, mert általában azért szoktam olvasni, hogy kikapcsoljon engem, hogy élvezni tudjam, hogy együtt tudjak menni a történettel, és hogyha folyamatosan minden egyes szóra rákeresek, amiben nem vagyok biztos, vagy amit nem értek, akkor az engem nagyon ki tud zökkenteni, és valahogy át, kicsit így átformálja ilyen tanulósá, meg olyan nyögvenyelősen lassan haladok akkor az egésszel, mint sem, hogyha, hogyha valóban úgy olvasom, mint hogyha csak egyébként magyarul olvasnám. Aztán az szokott lenni a stratégiám, hogy azért mégiscsak tanuljak új szavakat, hogyha vannak olyan szavak, amik ismétlődnek, és ugye rendszerint szoktak ilyenek lenni, és megjegyzem őket, és tudom, hogy nem tudom, hogy mit jelent ez a szó, akkor rá szoktam keresni későbbiekben, vagy összegyűjtök néhány olyan szót, ami nagyon sokszor előfordult a könyvben. Sejtem, hogy mit jelenthet, de nem vagyok benne biztos ezeket, akkor összegyűjtem és rákeresek talán ebből úgy tűnik, hogy nem annyira sok szót tudsz így megtanulni, viszont én azt vettem észre, hogy a szókincsem rettentően bővült. Egy csomó olyan szót tanultam meg, amióta szlovák könyveket kezdtem például olvasni, amiről fogalmam sem volt, mert hogy a hétköznapokban nem igazán tanuljuk például azt a kifejezést, hogy megvonja a vállát, vagy hogy bólint. Ezeket a, ezeket a, szavakat ugye magyarban is általában a könyvekben szoktam látni, vagy a könyvekben szoktam vele találkozni, nem annyira része a hétköznapi beszédnek. A könyvek pedig tele vannak vele, úgyhogy ennek köszönhetően nagyon is megnőtt a szókincsem, plusz rengeteg új kifejezést is tanultam, rengeteg módot arra, hogy megfogalmazz egy-egy mondatot, és azt meg mondani sem kell, hogy a, a tudásodat rendkívül meg tudja erősíteni egy-egy könyvnek az elolvasása. Úgyhogy ez az én megoldásom így az olvasásra. Nem tudom, hogy ez a leghatékonyabb vagy sem, számomra ez nagyon megfelelő, mert így úgy tudom olvasni, úgy tudom élvezni a könyvet, minthogyha csak egy átlagos könyv lenne, hogyha nem nyelvtanulás céljából olvasnám, mert hogy nem is csak azért olvasom egyébként. Tényleg élvezet szerintem más nyelven könyvet olvasni, és, és valahogy megtanulni, érezni a szavaknak a jelentését, és a különböző szavak közötti apró különbségeket. Sokkal jobban tudja éreztetni a könyv, például a szinonimák közti különbségeket, mint sem, ahogy a való életben meg tudnám ezt tapasztalni. Egyébként idénre azt a céltűztem ki magam elé, hogy szeretnék minden héten egy könyvet elolvasni, nem idegen nyelvű, hanem úgy általánosságban, és eddig ezt sikerült tartanom, és szerintem az arány is tök jó, mert hogy az összesen elolvasott könyveimnek Kb. ugye 30%-a az idegen nyelvű volt eddig, és azt veszem észre, hogy bár az elején nem könnyű szól. hogy először fogsz olvasni valamilyen nyelven egy regényt, könnyen lehet, hogy nem tűnik majd olyan élvezetesnek. Nálam ez még akkor is így van, hogy a hosszabb ideig nem olvasok egy nyelven, aztán újra előveszek egy könyvet azon a nyelven, akkor az elején rettentően lassan olvasok, meg nagyon lassan haladok vele. De ahogy egyre több oldalon vagyok túl, belelendülök, és. Nem olvasok olyan gyorsan, mint magyarul, de már azért úgy megközelíti. Szóval, hogy azért már egész kellemes tempóban tudok haladni a könyvvel. Úgyhogy én ezt nagyon élvezem. Még esetleg plusz egy tipp, amit én csináltam, és nekem bevált, hogyha még bizonytalan voltam egy nyelvben, nem tudtam, hogy tudnám a -e teljes mértékben élvezni a regényt ezen a nyelven, akkor olyan regényt választottam, amit már olvastam korábban magyarul, szóval ismerős volt a történet, ismerősök voltak a szereplők, hogy nagyjából mi történik. Sokkal könnyebb volt megérteni az egészet. És ebből én így egy, egy, egy három részes nem, nem, csak három részes, de a három részét a sorozatnak, egy könyvsorozatnak már elolvastam így szlovák nyelven, és még a további részeit is el szeretném olvasni, azt már csak szlovákul. Úgyhogy az elején nagyon nagy segítség volt az első három résznél, hogy már magyarul ismertem a történetet, és innentől fogva viszont már nincs igazán szükség támogatásra három könyv alatt rengeteg szót és új kifejezést meg lehet tanulni. Meg hogy hozzá lehet szokni ahhoz, hogy idegen nyelven olvasol, mert hogy elsőre amúgy nekem az furcsa volt. Azt hiszem, hogy először angolul olvastam el egy regényt, ami, amit már így, így, nem könnyített nyelvezet volt, meg nem gyerekkönyv, hanem konkrétan egy felnőtteknek szánt egy kicsit túl komoly regény, szóval, hogy elég nagy fába vágtam akkor a fejszém, és az elején, elején nem voltam úgy könnyű, meg kellett szokni, meg kellett szokni egyszerűen. Teljesen más érzés, mint magyarul olvasni, de nagyon meg lehet szeretni szerintem. A könyveken kívül én nagyon szeretek még cikkeket olvasni. Azt azért nagyon szeretem, mert egyrésztről ugye sokkal rövidebbek nyilván, mint egy könyv, úgyhogy így gyakrabban lehet őket olvasni, rövidebb időt vesz igényben. Bár nyilván ez is változó, ki lehet fogni nagyon hosszú cikkeket, meg el lehet vele is szarakodni tök sokáig, de hogyha, hogyha akarod, akkor mondjuk elolvasol csak belőle egy részletet, egy összefoglalót. És amiért ezt nagyon szeretem, mert hogy a saját ízlésednek, érdeklődésednek megfelelő cikkeket találsz millió taneten. Úgyhogy nekem vannak így kifejezetten kedvenc oldalaim, amit spanyolul szoktam olvasni, ezek ilyen hírportálok, és az Euronews például a spanyol, a spanyol változatát ennek az oldalnak nagyon szeretem, mert hogy tök jól röviden összefoglalják az újdonságokat, ami egyrésztről nekem azért érdekes, mert hogy ezt is tanulom, plusz ugye ez az érdeklődési köröm, hogy mi minden történik a világban. Másrésztről közben milliónyi új szót megtanulok, így a nemzetközi kapcsolatok szókincs területén. És egyáltalán nem kell, hogy ilyen komoly témákról olvas, nem kell feltétlenül ennek hírportálnak lenni, mert hogy lehet akármi, ami téged érdekel. És abba belevetheted magad, és nem történik semmi, hogyha nem olvasol végig egy cikket, vagy hogyha többször olvasod ugyanazt a cikket, hogy megszokd esetleg az hangzását, vagy hogy felolvasod hangosan a cikket. Én ezt is szoktam, és nekem ezek, ezek tökre segítenek, meg, meg nagyon élvezem őket, nagyon megkönnyítik egyébként, hogy foglalkozz a nyelvvel, mert hogy alapjában véve élvezed a tevékenységet, és ahhoz, mint egy pluszként jön az, hogy közben még nyelvet is tanulsz. Jó, most térjünk át a hallgatásra, amit. ha nagyon szeretem. Szóval, kezdeném egy tippel. A Language Learning with Netflix. Ez egy ilyen kiegészítés a Netflixhez, hogyha van Netflixed. Én ezt azért szeretem nagyon használni, mert hogy sokkal több feliratot biztosít, mint amit az alap Netflix biztosít. Eleve ugye tudod hallgatni idegen nyelven is, amit amúgy is tudsz, de azt hiszem, hogy még így több opciód is van mármint hogy sorozaton belül, vagy filmen belül keresed ott a nyelvet, akkor a sima Netflixnél azt hiszem kevesebb opció szokott lenni, de feliratból biztos, mert hogy feliratból rengeteg van, és ami hatalmas, de hogy Hatalmas ötlet az az, hogy nem csak az idegen nyelvű feliratot tudod oda feltenni, hanem alatt a magyarul automatikusan megjelenik. Ez szerintem fantasztikus, mert hogyha elég gyorsan olvasol, mondjuk ez viszonylag gyors olvasás kell, de nem is biztos, hogy mindig szükséged lesz a magyarra. De ha igen, akkor nem kell külön keresgélned, meg külön szótározzon, mert hogy ott van neked egyenesen alatta. És még plusz még egy fantasztikus dolog, én imádom szerintem, ez tényleg nagyon megkönnyíti így az egész szótanulás, nyelvtanulás dolgot, hogy amelyik szót nem érted, ugye az idegen nyelvű feliratban, rá tudsz kattintani, és konkrétan kidobja neked a megfelelőét a magyar megfelelőjét, illetve példákat. Jó sok példát. De tegyük fel, hogy nincs Netflixed, vagy csak nem szereted használni, én úgy gondolom, hogy egy univerzálisan elmondható, hogy sorozatokat és filmeket nézni idegen nyelven, az nagyon-nagyon sokat segíthet a nyelvtudásodon. És ami nekem ebben a legjobban tetszik, és ezt például a spanyol sorozatoknál e, tapasztaltam, hogy amúgy is megnéztem volna azt a sorozatot, spanyol volt, szóval spanyolul néztem meg. És hogyha tudsz még tenni plusz feliratot, ugye nekem a spanyol felirat volt, akkor nem csak egyszerűen új szavakat és kifejezéseket tudsz megtanulni, hanem slang szavakat és slang kifejezéseket is. Ez persze nyilván akkor, hogyha egy aktuális sorozatról van szó, vagy hogy egy új sorozatról, vagy filmről van szó. Hát a spanyollal nekem mostanában nagyon nagy szerencsém van, mert marhajó sorozatokat készítenek, nem tudom, hogy mi történt ott, de imádom őket. Még nyilvánvalóan a káromkodást is innen fogod tudni a lehető legjobban megtanulni, hogyha ilyen aktuálisabb sorozatokat nézel. Szintén csak olyasmi, ami egyébként nincs benne, vagy hát én még eddig nem nagyon láttam ilyen nyelvtanulós könyvekben, meg általában kurzusokon sem elsősorban ezeket tanítják. Hát sorozatokból megtanulhatod. Nem azt mondom, hogy használni kell, csak azt mondom, hogy hasznos lehet. A filmek és a sorozatok esetében is azt gondolom, hogy felirattal érdemes nézni, hogyha tudod, ugye a ugyanannak a nyelvnek a, a feliratával, mert hogy anélkül elég demotiváló lehet, plusz hogyha esetleg mondjuk, hogy én spanyolul nézek egy sorozatot, és akkor magyar felirat van, akkor automatikusan a magyar feliratra fogok támaszkodni, automatikusan olvasni fogom, mert hogy vonza a szemem, és sokkal kevésbé lesz ugye ismerős az agyamnak a spanyol kifejezés, míg a magyar kifejezés az egyértelműen egyszerűbb felfogni, megérteni, feldolgozni, úgyhogy nagyon, nagyon, leszűkül így a nyelvtanulásnak a lehetősége, mert hogy ez az, tehát, hogy az agyam így automatikusan a kényelmesebb megoldást választja, ezt vettem észre. Nem tudom, mindenkinél így van-e, de mi mikor Ricsivel nézzük, akkor általában az a hasonló, hasonló szokott lenni ezzel kapcsolatban a tapasztalásunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy vagy próbálj meg felirat nélkül, hogyha már, már, már jól megy ez a nyelv, vagy pedig annak a nyelvnek a feliratával, mert hogy gyorsan beszélnek. Szóval, hogy gyorsan fognak beszélni, hogyha egy eredeti nyelvű filmesorozatot nézel, és nagyon sokat segíthet a megértésben, hogyha leírva is látod ugyanazt, amit mondanak. Hogyha esetleg úgy érzed, hogy kevés dolgot értesz egyébként, akkor ne keseredj mert hogy tud, hogy ez természetes, mindenkinél így van. Amikor kezdő vagyok egy nyelvben, én is ugyanúgy, alig értek valamit, vagy sőt, emlékszem, amikor legelején kezdtem, az első alkalommal néztem spanyolul, még teljesen kezdőként egy sorozatot, elkezdtük, és így mondom, ez milyen nyelv? Én azt nem értem, mondom, ez biztos nem európai spanyol, ugye? Azt hittem, hogy itt van a kutya elásva, hát kiderült, nem, nem, ez európai spanyol, kérlek. Ez így hangzik, amikor igazából spanyolok egymás közt beszélnek, és meglepően gyors volt, és úgy éreztem, hogy nem tudok semmit, pedig azt hittem, hogy már azért van valahol a tudásom, de amikor ezt hallgattam, az első nagyon elszomorított engem, de aztán nem adtam fel, szóval hallgattam, tovább néztem, ugyanígy a sorozatot mondom, én akkor is meg fogok legalább minimum valamit érteni belőle, és egy idő után a fülem elkezdett hozzászokni. És ez fantasztikus, hogy az agyad, a füled elkezdi felvenni a, a lépést, elkezdi uh, tudni követni azt a gyorsaságot, amivel ők beszélnek. Nyilván, hogyha nyelvtanulóként eddig csak a tanárodnak a tempóját hallottad, aki ugye lassítja a saját beszédét, akkor könnyen lehet, hogy amikor az, az élő, az élesben menő beszédet hallod, akkor az túl gyors, sokkal gyorsabb, mint amit egy tanártól általában hallhatunk. Szóval ne add fel, hogyha úgy érzed, hogy nehéz megérteni, mert egy idő után azért jönni fog az az értés, egyre egyszerűbb lesz, egyre könnyebb lesz, egyre több mindent meg fogsz érteni. Úgyhogy szerintem érdemes kitartani és, és pozitívan hozzáállni. Jó, szóval a filmeken és sorozatokon kívül én idegen nyelvű youtubereket nagyon szeretek követni, és az ő videóikat nézni. És uh, többször volt, hogy valaki írt nekem, hogy így javasoljak uh, idegen nyelvűt, tehát hogy valamilyen más uh, nyelvű youtubereket. Én ezt az angolon kívül egyébként ez azért a nem annyira szeretek így tippeket adni, vagy megmondani, hogy kit érdemes szerintem nézni, mert hogy alapjában vévén úgy találom meg őket, és szerintem ez lesz az igazi tipp, ami segíteni fog neked, hogy rákeresek arra a témára idegen nyelven, ami engem amúgy is érdekel. Szóval, hogyha mondjuk a minimalizmus, vagy a főzés, vagy akármi érdekel, akkor azon a nyelven beírom konkrétan a YouTube keresőjébe, hogy mit tudom én főzős videó, beírom spanyolul, és akkor kidobja nekem ott milliónyi lehetőséget. És elkezdem őket egyesével megnézni. És aki szimpatikus, annak megnézem a többi videóját is. Szóval, hogy én így szoktam megtalálni, általában a saját preferenciáim alapján, és elmondhatom én, hogy kiket nézek spanyol nyelven, vagy kiket nézek szlovák, vagy bármilyen, nyelven, de hogy nagyon szűk szerintem az én látóköröm ilyen szempontból, szóval, hogy olyanokat nézek, akik, akik amúgy is számomra szimpatikus témákat dolgoznak fel, és ez nem feltétlen kell, hogy egyezzen valaki máséval. És én azt vettem észre, hogyha olyan videót próbálok nézni, ami nem köt le engem száz százalékban, tehát hogy nem olyan téma, amit amúgy is nagyon-nagyon érdekel, és megnézném bármilyen más nyelven, akkor megunom, és akkor úgy elveszi a lelkesedésemet, és egy idő után ott hagyom. Szóval, hogy nem fogok többet rákeresni, nem kezdem el követni a munkásságát, nem kattintok több videóra, már pedig itt ez kifejezetten előny, hogyha be tud engem szippantani, mert hogy akkor non-stop hallhatom ezt a nyelvet hétköznapi használatban. Az angol ez alól azért kivétel, abból készítettem is egyébként videót olyan öt angol nyelvű youtuberről, akit én nagyon kedvelek, és akit szívesen meg is osztok másokkal, mert úgy látom, hogy az angol youtuberek közül már azért többet ismerek, szóval, hogy ott, ott már tudom egymáshoz hasonlítani őket nagyjából, ott már tudok válogatni közülük, hogy ki az, akit érdemes szerintem nagyobb közönség elé is tárni vagy javasolni, mert hogy szerintem több ember fog találni közülük valaki olyat, aki számára is szimpatikus. De a többi nyelvnél általában elég szűk egyébként az, hogy kiket követek, és, és nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenki számára ugyanaz a lista lenne, nem akarom elvenni senkinek a kedvét, szóval én általában ezt a tippet szoktam adni, hogyha valaki ír, hogy próbálj meg rákeresni arra a témára, azon a nyelven, és nézd meg, mit dob ki, és lehet, hogy több videót végig kell nézni, viszont utána meg fogod találni azt, aki neked szimpi, aki olyan témával foglalkozik, ami téged érdekel, és akkor egyszerre tudsz meg plusz infókat, vagy szórakozhatod magad ezáltal a YouTube csatorna által, és egyszerre tanulhatod meg azt a nyelvet. Az utolsó dolog pedig a hallgatásnál a podcast, amit én nagyon-nagyon szeretek főleg franciául szoktam podcastet hallgatni, mert ott van egy nagyon jó, akit, akit szívesen hallgatok. Ő alapjában véve is francia nyelvtanulóknak készít tartalmat, Youtube-on is, meg podcastet is készít, szóval azért ő valamivel lassabban beszél, mint a franciák, de követek ott, vagy hát szoktam hallgatni olyan podcastet is, ami kifejezetten franciáknak készül. Az biztos, hogy mindig jobban kell koncentrálnom, hogyha, hogyha anyanyelvi beszélők készítik anyanyelvi beszélőknek a podcastet, szóval emiatt nem mindig szeretem ezt hallgatni. Általában akkor hallgatok podcastet, hogy azt szeretném, hogy kikapcsoljon. Úgyhogy itt általában olyat szoktam választani, ami kifejezetten nyelvtanulóknak készül, és én valahogy így érzem jól az egyveleget. Plusz, ami nekem hiányzik a podcastnél, hogyha anyanyelvi beszélket hát hallgatok amit anyanyelvi beszélőknek szánnak, hogy nem látom ugye azt, aki beszél, és általánosságban, amikor videókat nézek, sorozatot nézek, filmet nézek, nekem segít, hogy látom eleve a száját, látom az arc kifejezését, nekem ez segít a megértésben, és a podcastnél ez ugye nincs, úgyhogy emiatt ott jobban kell általában koncentrálnom, viszont vannak, tehát hogy én megtaláltam ebben is valahogy magamnak megfelelő arany középutat, hogy akkor olyat hallgatok, aki nyelvtanulóknak készít, de mégis nem, tehát nem nyelvtani leckéket ad, hanem általános témákról mindig, ami érdekli, arról beszél, csak annyi, hogy kicsit lassítva beszél, nem, tehát nem ugyanolyan tempóval, mint, a, mint hogyha anyanyelvi beszélőkhöz szólna, és néha megáll és elmagyaráz egy-egy új szót kifejezés. Szóval ilyen szempontból viszont amúgy ez nekem kifejezetten előnyös. És most érünk el a videó végéhez, és szeretném kiemelni, mert az elején elfelejtettem, de ez nagyon fontos, hogy ez a saját rutinom, ez nekem jött be így, és véletlenül sem szeretném soha azt éreztetni egyik videóban sem, hogy ezek abszolút igazságok, mert hogy nem azok, meg hogy nem ez a az egyetlen mód, ahogy csinálni lehet a dolgokat, hanem én az évek alatt kitapasztaltam, hogy mi az, ami nekem beválik, és azt gondolom, hogy hasznos lehet, vagy inspiráló lehet esetleg másoknak, ötleteket adhatok, hát hogyha valakinek tudok új adni, ami aztán neki is jó lesz, ezért készítem ezeket a videókat, de nem azért, hogy, hogy azt mondjam, hogy így kell nyelvet tanulni, tessék tanuljatok, nem erről van szó, Tényleg csak abban bízom, hogy tudunk egymásnak jó ötleteket adni, és azért majd téged is megkérlek, hogy te is írd le, hogyha van kedved, hogy te hogyan viszonyulsz így az olvasás, hallgatás részhez, mi az, amivel gyakorolsz, miket szoktál olvasni, miket szoktál nézni, hallgatni. Ilyesmi, minden jöhet, ami, ami ezzel kapcsolatos. Szeretném megköszönni, hogyha itt voltál a videó legvégéig. Ezzel most már a nagy nyelvtanulós, nyelvtanulási, rutinos trilógiát most lezárom. Remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy, hogy találtál benne számodra hasznos dolgokat vagy tippeket, és azt is remélem, hogy nem sokára újra találkozunk. Hello, hello!